Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Pál apostol római gyülekezethez írott levele 8. részének 14. verséből szól hozzánk Isten igéje. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Egész héten keresztül foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogyan vezeti Isten a gyermekeit a Szentlélek által. Ma látni fogjuk, hogy az életünk körülményein keresztül is vezet. Az Ószövetségben Jákóbot például úgy vezette, hogy előbb menekülnie kellett Iker testvére Ézsau gyilkos haragja elől, de úgy munkálkodott Isten élete körülményei által, hogy 20 év múlva új szívvel, új névvel Izraelként érkezik haza, és Ézsau már nem haraggal, hanem öleléssel fogadja Iker testvérét. Az Ószövetségben Józsefet úgy vezette Isten, élte körülményei által, egyre mélyebbre engedte. A kút mélyén, a rabszolgaság mélyén, a börtön mélyén találta magát, de az Úr Józseffel volt, és volt hatalma arra, hogy a mélységből felemelje, és családja, népe szabadítójává tegye. Egy új szövetségi példát is hadd mondjak, Pál apostol missziói tervében az szerepelt, hogy Ázsia további gyülekezeteibe vigye az evangéliumot. Ez jó döntésnek tűnt, de Isten azt mondta, nem, most nem Ázsiában, hanem Európában van rá szükség. Így lett az első európai keresztjén állomás Filippi, ahová Pál elment, engedve a Szentléleknek, befogadták az örömhírt, és terjedt majd később egész földrészünkön. Isten vezet azzal is, hogy megszabja, hová tartozom, hol élek, ki vagyok, mi a hazám, melyik nemzet tagja vagyok. Isten abban a helyzetben, körülményben vezet, amelyikbe állított. Vezet adottságainkon, talentumainkon, lelki ajándékaink által is. Meg kell látnunk, mit kaptunk tőle, és azok az ajándékokkal igyekeznünk kell a fele barátaink javára és Isten dicsőségére élni. Isten olykor kinyit egy ajtót előttünk, hogy belépjünk azon, máskor lehúz sorompókat, hogy megállítson. Sokszor szeretnénk Istent hívni a mi utainkra, Uram, vezess, légy segítségül nékem, de ez az én utam. Isten engedelmes gyermekei azt mondják, Uram, vezess engem a te útadon, amelyiken te akarsz engem látni és vezetni. Legyünk Isten gyermekei, legyen hitélményünk mindannyiunknak Isten vezetése, az ő igéje és szent lelke által. Imádkozzuk az énekíróval, utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem, és vezérelj engemet a te szent igaz igédben, oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úristen. Amen.